Két év szünet után sorakozhattak fel ismét a birkózó szőnyegek körül a Mr. Tuskupán induló versenyzők, edzőik és a sportvezetők. 9. alkalommal, ezen a néven pedig negyedszer rendezte meg a versenyt a Nyílsport ESE. A Mr. Tusbece nevet az 1971-es világbajnokságon kiérdemlő, valamennyi szófiai meccsin kétvállal diadalmaskodó Hegedűs Csaba saját példáját említve arról beszélt, fontos, hogy legyenek céljaik a sportban a gyerekeknek. Jó volt azt kimondani, hogy a világnak a bajnoka szeretnék lenni, majd később akartam lenni. És elgondolkodtam, hogy itt vagyok 74 éves, és rólam elneveztek egy versenyt, és sok kis gyerek jön ide, hogy akkor hogy néz ki a Csaba bácsi, vagy milyen ez a Mr. Tus, vagy hogy született ez. Fantasztikus légköre, millió baráttal találkoztam, találkozunk évről évre, és egy csodálatos érzés. A versenyen a csapatok Nyíregyháza város nagydíjáért is küzdöttek. A megyeszékhely alpolgármestere szerint a kevésbé reflektorfényben lévő sportágakat is igyekszik támogatni az önkormányzat. Ahogy Hegedűs Csaba, világ és olimpiai bajnokunk elmondta, ez egy olyan sportág, amely nem csak fizikailag, hanem mentálisan a fejben is eldől, és ezt nap mint nap gyakorolni kell. Na most két év kihagyás után el lehet képzelni azt, hogy megtörte ezeknek a gyerekeknek az edzését, az edzés iránti vágyát, szeretetét, és nagyon fontos, hogy újra szervezték, és több mint 100 gyerek itt van, és vannak külföldről, az ország különböző tájáról itt Nyíregyházán, ami nagyon fontos a városunknak, azt gondolom, és fontos a gyerekeknek is, hogy egymás ellen birkózzanak, sőt idegenek ellen birkózzanak. A Nyírsport ESE színeiben a kisvárdai és újfehértói csoportot is számolva 45 igazolt versenyző birkózik. Ezúttal a megszokottnál kevesebben indultak a Mr. Tus kupán. 15 fő mérlegelt be, végül is hát a célunk a felkészülés, most lesz egy diákegyes csapatbajnoki döntő, másrészt nyilván sikerek elérése, tehát itt különösen a kicsikre gondolunk, akiknél ugye kisebb csoportokat alakítottunk ki, hogy mindenkinek sikereménnyel végződjön ez a verseny, tehát az óvis és gyermek egy korosztályra gondolok itt. A Nyírsport ESE versenyzői közül a serdülők között 76 kg-os súlycsoportban induló Csabai Marcell és a 85 kg-os Jeles Antal megnyerte a versenyt, valamint 3 ezüst és 2 bronzérmet is szereztek a hazaiak. A csapatversenyt az Egri Városi Sportiskola nyerte a Kazincbalcikai Véjesi és a Berekfürdő előtt.